Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit ismételten egy újabb videóban, én Dóra vagyok. Hát nem a megszokott helyről jelentkezem be, amint láthatjátok, viszont hát sajnos az univerzum az ellenem van. Először is történt az eset, tölteni szerettem volna a telefonomat, de semmire nem reagált. Kicsit eluralkodott rajtam a pánik, de kiderült, hogy csak a töltőfejnek volt baja. Kicseréltem, és hála töltött, szóval tudok videózni. A másik probléma, ma reggel jöttem haza munkából, és elkezdtem vlogolni, viszont olyan fáradt voltam, hogy muszáj voltam abba hagyni, és egyébként sem lettek olyan jók a felvételek, meg össze-vissza beszéltem, mindegy, hagyjuk is. Azt hittem, hogy bírni fogom, de kicsikét túlvállaltam magam. Aztán úgy voltam vele, hogy pihenés után neki ülök megint. Képzétek el, nem sikerült. Mivel, hogy rendeltem Temuról két dolgot, az egyiket azt én csesztem el, a másik pedig egy fos. De hogy megértsétek, hogy miről is van szó, rendeltem egy bluetoothos mikrofont, és hát ugye, akik már vásároltak ilyen terméket, tök mindegy, milyen termékről van szó, akkor szoktak képet csatolni véleménybe, meg videókat. És én megnéztem a videókat, és tök jó felvételek születtek, tehát nem tudom, nekem ilyen tompa hangot ad vissza ez a mikrofon. Maga a készülék, az ugye így néz ki, C-s bemenetű, és itt van a kis mikrofon. Szóval egy picit csalódott vagyok amiatt, hogy nem tudtam vlogolni nektek ma, de úgy voltam vele, hogy nem fog velem kicseszni az univerzum, akkor most így sötétedéskor leülök, és chillbe vágom magam egy forró málnás tea kíséretében, és beszélgetni fogunk. A vlogban egyébként leginkább egy kicsit lelkizni szerettem volna, illetve filózgatni, mert vannak gondolataim, nyilván minden embernek jól kezdődik, tehát mostanában elgondolkodtam néhány dolgon, és úgy voltam vele, hogy szeretném ezt a nagy érdeműnek megosztani. Nekem is nagyon jól szokott egyébként esni az, hogy hallgató fülekre talál a mondani valóm, és tényleg, hogy itt meghallgatnak az emberek, és tudunk beszélgetni. Szóval nem minden esetben rossz dolog ez a közösségi média, nem minden esetben rossz a YouTube, csak észre kell használni. Ezt gondolom. Úgyhogy, ja igen, a másik dolog, amit szerettem volna nektek mondani, hogy akik követik rendszeresen a videóimat, azok tudhatják, hogy nagyon szeretnék egy ring lightot, amit szintén a Temuról rendeltem, és képzeljétek el, nem tudom, mi volt velem, ezt felírhatjuk egyébként a fáradtság számlájára. Látjátok, mindig a kifogások, mindig kell valamilyen kifogás, de most tényleg miféle olcsó kimenekülés ez, ugye? De most tényleg a fáradtság számlájára fogom ezt írni, mivel hogy elég sokat dolgoztam mostanában. Észrevehettétek egyébként videóimban is, hogy a szemem az kicsit karikás, meg lila néha, de tényleg nem azért van, mert verekedtem, hanem csak azért, mert fáradt vagyok. Rányomtam szépen a Temunak az oldalán, ugye ott a ring light alatt is megnézegettem a videókat, tökre meg voltam vele elégedve, és rányomtam, hogy a legnagyobbat, nem is tudom már, hogy hányszor hanyas volt ez a ring light, hogy azt szeretném megrendelni. És véletlenül a kicsit rendeltem meg. Egyébként ezen a ring lighton van a telefonom, majd megmutatom nektek, hogyha felvettem ezt a videót, akkor csinálok róla külön felvételt. Így jártam. De nem baj, mert egyébként is ugye, ahogy mondtam nektek, az Ázsia Centerből akartam venni ring lightot. Soha nem volt időm arra, hogy elmenjek és normálisan szétnézzek. Ezt láttam a legkényelmesebb útnak, hogy akkor én rendelek a Temuról egy ring lightot, viszont valamelyik nap jártam a West Endben, és vettem ezt a szép Casio karórát, és láttam, hogy ott is vannak nagy ring lightok, úgyhogy szerintem meg fogom nézni, mert közelebb van azért hozzám a West End, mint az Ázsia Center, és megnézem, hogy milyen árban vannak a ring lightok, és legalább ki tudom próbálni, és ott nem fogok mellé nyúlni remélhetőleg. De nem baj, ezt is úgy fogom fel egyébként, hogy akkor legalább kettő kicsi ring lightom van, ezt is ugyanúgy tudom használni. Látjátok, most is leültem ide a kis kanapém elé, felkapcsoltam a fényeket, és
és nyomatom. Na de, hogy rátérjünk a videónak a lényegére, amiről szeretnék veletek beszélgetni, egy picit filózgatni, lelkizni, ha nem bánjátok. És aztán majd kíváncsi vagyok egyébként a ti véleményetekre is, kommentben majd írjátok le nyugodtan, ha szeretnétek, vagy akár Instagramon, hogyha nem szeretnétek így publikálni. Mostanában elgondolkodtatott nagyon néhány dolog, így közel a 30-as éveimhez. Mi a vicces ezen? Mi olyan vicces, Dóra? Mit nevetsz? Szóval, nagyon érdekes, biztosan tapasztaljátok ti is, hogy én azt veszem észre egyre inkább az embereken, hogy a tárgyaktól várják a boldogságot. Ez alatt azt értem most, hogy ugye megvettem én is ezt a szép karórát, vagy megveszel egy nagyon szép felsőt, az csak ideig, óráig fog bizonyos boldogságot nyújtani neked, de az sem olyan boldogságot nyújt, mint az emberek. És nagyon elgondolkodtató az, hogy tényleg látom a körülöttem lévő embereket, hogy milyen boldogan mesélik azt, hogy most megvettem egy új Nike cipőt, tök boldog vagyok. Viszont tényleg azt teszem észre, hogy amikor baj van, probléma van, és lelkileg nincsen jól az a bizonyos ember, akkor ez a cipő, vagy az a karóra, vagy az a póló, az nem fog megnyugvást nyújtani számodra, vagy segítséget. Bocsánat, nyitva van az ablak, hogyha hallottok ilyen gyerekkiabálásokat, akkor esküszöm, hogy nem a másik szobából jönnek ezek a hangok, hanem kintről. Szóval azért is gondoltam egyébként azt, hogy egy kicsikét így filózgatnék, meg lelkizgetnék, mert tényleg tök jó platform egyébként a YouTube, meg alapból a közösségi média. Tehát, hogy jó dolog az, hogy szórakozni jársz fel ezekre az oldalakra kikapcsolódni, de én azt gondolom, hogy azért ezekről a dolgokról is nagyon jó beszélgetni, mert emlékszem arra, amikor még anyáikkal laktam, hogy még 2014-ben, 13-ban, 14-ben Shannon Beveridge videóit nézegettem, és amikor ő is csak random leült és elkezdett filózgatni, és volt olyan, hogy éppen az ő cipőjében jártam, és tök nagy megnyugvást tudott nekem adni a videója, vagy segítséget. Meg hát ugye tök jó az, hogyha így ezeket ki tudjuk magunkból adni, és milyen furcsa az, milyen érdekes, hogy leülök a kamera elé, és ezt ugye én meg fogom osztani ezután az interneten, viszont jobban érzem magam ezután tényleg, hogy hallgatófülekre talál a mondandóm. De visszatérve a gondolatmenetre tényleg, hogy nagyon elgondolkodtató ez az egész, hogy látom az ismerőseimen a bizonyos, nem tudom, karórát vagy Nike cipőt, hogy mennyire örül neki, de a lelki bajokat ezek a tárgyak nem tudják helyrehozni, és ebből szeretném kihozni a másik gondolatmenetemet, hogy azt is látom és tapasztalom magam körül, meg úgy alapból ámblok tényleg így az embereken, hogy egyre jobban zárkóznak el. És én ezt meg is értem valamilyen szinten, mert folyamatosan csalódunk, hát én is csalódtam, ugyanúgy, mint mindenki, és félnek a csalódástól, félnek belekezdeni valami újba, meg tényleg, ahogy én is beszélgetek folyamatosan emberekkel, mindig mondják, hogy nincs kedvük már megint elkezdeni, nem tudom, ismerkedni, kapcsolatokat teremteni, mert tényleg azt látják, hogy mennyire nehéz, és sok esetben, nagyon sok esetben értelmetlen. Viszont én mindig azt szoktam mondani mindenkinek ilyenkor, hogy most oké, csalódtál, nem tudom hányszor, de lehet, hogy most fog jól alakulni az életed, sosem tudod meg, hogyha nem vágsz bele, és egyébként én is így igazából tavaly évvége óta érzem azt, hogy érzelmileg vagyok azon a szinten, tehát hogy érzelmileg felnőttem ahhoz, hogy meg tudjak tartani bármilyen kapcsolatot, párkapcsolatot, baráti kapcsolatot, akár legyen szó egy munkahelyről, hogy mentálisan és lelkileg tényleg, hogyha stabil vagy, akkor nyert ügyed van. Nem azt mondom, hogy nekem nincsenek rosszabb napjaim, de mindig ezekre a dolgokra gondolok, és abszolút optimista vagyok. Tehát, hogy
akármennyi rossz dolog történik velem, és soha nem adom fel, és erre próbálom biztatni egyébként az ismerőseimet is, barátaimat, mindenkit. És egyre gyakrabban találkozom azzal a jelenséggel, úgymond, hogy nagyon sokan a párkapcsolattól várjuk a biztonságot, a megnyugvást, a boldogságot, de én ezzel is úgy vagyok, hogy hogyha ameddig te ugyanúgy mentálisan, meg lelkileg nem vagy stabil, és nem szeded magad össze, és nem tudod azt, hogy kire vágysz, mit akarsz az élettől, ki is vagy te pontosan, én azt gondolom, hogy ameddig ezt nem tudod, és egyedül nem tudsz jól működni, és nem tudsz egyedül boldog lenni, addig szerintem egy párkapcsolatban sem tudsz, és megint csak ismétlem magam tényleg, hogy én azt érzem, hogy így a 30-as éveim elejére értem be érzelmileg annyira, hogy fel tudjak tartani bármilyen kapcsolatot, és ez nem ciki. A felismerés mindig nagyon jó, és az, hogy foglalkozol magaddal, az önismeret, kell az én idő, sok időt töltsetek magatokkal, nyilvánvalóan akkor fogtok rájönni arra, hogy mit akartok, és hogy kik is vagytok, gondolom, ez nálam így működik. Most ez tényleg csak a kis saját történetem, véleményem, meg az életem, amit megosztok veletek. Aztán kíváncsi vagyok rátuk is, hogy hogyan gondolkodtok, meg hogy mi a véleményetek erről az egészről, amit itt én papolok nektek. Valamit még akartam nektek ezzel kapcsolatban mondani, csak az baj, hogy nagyon ugrálnak a gondolataim, pedig tök jól összeszedtem itt, még mielőtt leültem csinálni ezt a videót. Várjátok, adjatok nekem egy kis időt, fáradtság visszatér. Dóra, felfedező üzemmód, kapcsolj be. Tüp-t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 üp
volna nektek mondani, az az, hogy ha bárki is megkérdezné tőlem azt, hogy bánom-e azt, hogy így alakultak a 20-as éveim, akkor én stabilan kimerem jelenteni azt, hogy nem, mert hát ugye nyilvánvalóan a kapcsolatainkból tanulunk a legtöbbet, sajnos vagy nem sajnos. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket bánok, mindenkinek vannak olyan dolgaik, amiket másképp csinálnátok. Hogyha ezek nem történtek volna meg így, ahogyan megtörténtek, akkor én ma nem lennék az az ember, aki itt ül a telefonom előtt, a kamerám előtt. Szóval érdekes dolgok ezek, és tök jól esik egyébként ide leülni a kamera elé, filózgatni ezekről a dolgokról. Nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek még ilyen videókat látni tőlem, mert egyébként nagyon sok gondolatom van, nagyon sok érzelem van bennem, amit igazából szívesen megosztanék veletek, és szívesen beszélgetnék ezekről veletek. Mert azért ezek jó dolgok, még hogyha néha fájdalmasak is, de ezek építik a jellemet, és ezek változtatnak téged, ezek terelgetnek téged. A többi meg már rajtad múlik, hogy mit kezdesz azzal az adománnyal, úgymond, amit ilyenkor szerzel, ilyenkor kapsz az élettől. Úgyhogy igen, nem könnyű az élet, viszont én nagyon-nagyon örülök annak, hogy így vagyok beállítva, ilyen optimista vagyok, meg tényleg a sok szarság ellenére még mindig elhiszem azt, hogy jók az emberek, még mindig tudom azt, hogy rám is várnak a jó dolgok, hát miért is ne várnának. Tehát, úgyhogy szeretném, hogyha ti is így fognátok fel ezeket a dolgokat, és tényleg ne búslakodjatok, szedjétek magatokat, összeígyatok meg egy nagy forró csésze pohár teát, össze-vissza beszélek, tudom, egy videó végénre, azt hiszem, hogy le is zárnám ezt a vlogot, viszontlátásra, viszonthallásra. Szóval, igen, én már csak ilyen fogok maradni. A hülye poénjaimat el kell viselnetek továbbra is a videóimban. Úgyhogy nagyon-nagyon jól esett így összességében beszélni ezekről a dolgokról veletek. Kíváncsi vagyok egyébként rátok, és nyugodtan osszátok meg a gondolataitokat, hogy ti hogyan vélekedtek ezekről. Tényleg, hogyha nem szeretnétek itt közzétenni, akkor ugye Instagramon megtaláltok továbbra is. Összeírtam egyébként, itt van a papír,
néhány dolgot még, amit egyébként kérdeztetek tőlem, és szeretnék ezekre válaszolni. Ugye ez igazából mind a mai vlogomban lett volna, de tökre örülök neki egyébként, és szerintem tök chilles, hogy leültem egy pohár teával, és így beszélgetünk. Remélem, hogy nektek is fog tetszeni. Meglátjuk, hogy mennyire fog nektek ez így bejönni, és akkor fogok csinálni ilyen vidiket. Kicsit esküszöm, hogy nem löttyintettem fel semmivel a teámat, de egy kicsit ilyen szórakozott állapotomba kerülök mindig, amikor videókat csinálok nektek. Szóval, igen, itt van, tehát a Pride-ról kérdeztetek egyébként. Nem is tudom, hogy Instagramon vagy LMBTQ kérdezfelelek videóban talán? Nem tudom, de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon aranyosak voltatok, mert kérdeztétek tőlem, hogy mikor fogok menni a Pride-ra, illetve hogy csatlakozhatok-e majd hozzám, és végig jöhetek-e majd velem. És hát én nem tudom, lehet egyébként, hogy már a gyülekezőn ott leszek, nem tudom, de azon is gondolkodtam, hogy Instagramon majd sztoriba ezt ki fogom posztolni, és természetesen gyertek oda, nagyon szeretnék veletek találkozni. Tök jó lenne megismerni titeket, dumálgatni, úgyhogy majd Instagramon foglak titeket tudatni ezzel kapcsolatosan, szóval tényleg annyira cukik vagytok, hogy így érdeklődtök, ez nekem nagyon sokat jelent, de tényleg. Viszont én azt gondolom, hogy elérkeztünk a videó végéhez, hát írjátok meg nekem kommentben, hogyha tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor még fogok ilyen kis lelkizős, filózgatós, chilles videókat csinálni. Én nagyon-nagyon élveztem, és nagyon-nagyon jól esett, hogy ezeket így kiönthettem magamból. Úgyhogy most le is zárnám ezt a kis videót. Remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így volt, akkor jelezzétek nekem valahogyan. Hamarosan találkozunk a következőben. Addig is nagyon vigyázzatok magatokra. Sziasztok!